amikor eljöttem rá az első ismerkedésre, akkor úgy mentem haza, hogy, nézőként, érted? Uh-huh. Szóval nem mint zenekartam, úgy mentem haza, hogy meséltem otthon a Lénának, a feleségeskémnek, hogy, megismertelek benneteket, és hogy milyen embertelen figurák, és a Baksának milyen, hogy mondjam, milyen világa van, meg milyen agya, meg milyen kisugárzása van, milyen személyisége. És hát én halálboldog voltam, hogy ebbe a dologba én bekerülhettem. Vagy először játsz fel te, hogy a Mikinek legyen mihez... mihez idomulni. Én megmondom, hogy én hogy hallom. Én úgy hallom, hogy elindulunk azzal a riffel, amit megbeszéltünk. Igen? Este, vagy valami másikkal, bármelyikkel. És itt jönne, itt a zongora, itt nagyon szépen jön, hogy piros madár. Csak megjelenik, mert egyszállam, és mert susogunk alatt, tehát mit tudom én, élő percussionnal megcsináljuk, most egyedet csak egy dobrogon, és az egészben lenne egy ilyen gitárszerű zsongás, az ének, a Tomi, és akkor a Miki meg bizonyos pontokon ezen, a messzire jött ember. Azt mondd, amit nem tudom. Hogyha hazatér, folyók zöldülnek el, odaúsznak, mi már békével repülünk tovább, ott egy nyitott ablak. Piros madár esik szárnya rebben, ti éreztek vele, csak ti ketten felbukott. Leesett, hová mehetek, nélküled, te csak fuss tovább. Nagyon sok éve nem találkoztam ezekkel az emberekkel, és azt hiszem, legtöbbjük egymással sem találkozott. Sajnálom, hogy a Jancsi nincs itt, de örülök, hogy a többiek itt vannak. Én is látom és érzem rajtuk, hogy mennyire más-más életet éltek, mennyire a sorsuk is, az emberségük is mennyire eltávolodott egymástól, de talán ők nem is tudják, de én látom, hogy az, ami akkor történt, mennyire összeköti őket, és ez nem múlt el. Az egyik legszebb akció volt a sétahajó. A sétahajónak az volt a problémája, hogy ott nem volt hangszer. Tehát pillentyű, zongora vagy ilyesmi. A Baksasos Jánoshoz rózsaszínfehér csíkos keresztbe csíkos nadrágba énekelt, a kekszhajó nyugágyba lehetett ülni, és kényelmesen lehetett hallgatni a zenét. És maga a zenekar is mobil volt. Az egyik legnagyobb késésem az úgy történt, hogy előző este a francia rokonokkal a Margit-szigeti nagyszálonak a kerthelyiségébe ültünk, családi vacsora, és akkor egyszer így félrenéztem, és azt hiszem, hogy az életemnek az egyik legszebb lányát láttam ott ülni, egy idősebb hölgynek a társaságába. Néztem, ő is visszanézett, és amikor ez az idősebb hölgy elment, akkor azt mondom, muszáj oda menni, 5, 4, 3, 2, 1, fölállsz és odamész. Oda megyek, megszólítom, és franciául, parlez-vous français? Oui. Igen, azt mondja. Honnan tudja, hogy francia vagyok? A Dolevicényi az felszedett egy csajt, mi azt csak egy csajnak gondoltuk, ő volt a Dominik Sandra. És egy olyan szerelem alakult ki, hogy leültünk így egymás mellé, és akkor így egymás kezét így fogtunk, és akkor beszélgettünk franciául. Hogy létezik ez, hogy ilyen találkozás az életben, így meg úgy meg amúgy. Mindaddig, míg az öreg nénit azt hazavittük a fenébe, ő vigyázott rá, mert akkor még csak 17 éves volt. És hol lyukadtunk ki, ahol az Andrással is összefutottam a pasaréti lakásban. No, reggel 6-ig csak arról beszélgettünk, hogy jaj, de csodálatos, jaj, de szép, hogy ilyen emberi találkozás, minek után egyszer csak letéptünk magunkról minden ruhát, és egy olyan gyönyörű szerelmi aktus volt, amit azt hiszem sose fogok elfelejteni. De
Hétkor eszembe jutott, Jézus Mária, mondom, az sétáljó, és még se zongora, se ez, meg se amaz. Mondom, honnan szerzek most egy izét, egy valamilyen zongorát? Egész éjszaka keféltek, lekéste a hajót, Visegrádnál szedtük föl, és már be se állt a zenekarba, mert a Bajtola játszott helyette. Ő egy nyugágyba lekuporodott a Dominik Szandrával, és így néztük, hogy milyen szépek. Csak nem zenétek, haludtak. Csillagok, ne ragyogjatok, csillagok, megvakulok. Mellettem elsuhan az idő, angyalok bújnak elő. Meteor, a mélybe lehúz, mese szép lány, arca eltűnt, hangja talán. Csak nekem dalol, nem tudom, hova lett kivolt. Az volt az őrület, hogy egyszerűen kint is vagy, meg bent is vagy. Mert működött a város, de ha te felszálltál erre a hajóra, akkor ott már csak mi voltunk meg a mi gondolataink. Volt egy rálátásunk, hogy jobbra is szocializmus, balra is szocializmus, de itt mi vagyunk. Itt leföl folyunk a Dunánál, és ugye hát a gondolat, hogy Pántárei úgyis tovább folyik, szerintem rajtunk kívül ember nem bízott akkor, hogy ennek a hülyeségnek egyszer vége lesz. Háború utáni nemzedék első avantgard kísérletei, ez a neo-avantgard társaság gyakorlatilag a 60-as évek közepén kezdett el így megjelenni a köztudatban, és ugye a 70-es évek közepére már szépen kiforrott. Ma úgy nevezzük, hogy neo-avantgard társaság. Ennek a neo-avantgard társaságnak a Kex volt a zenekara. Hogy ez mi okozhatta, nem tudom. Én annyit tudnék mondani, hogy itt hát néhány nagyon alapvető és fontos kiállítással tudnám jellemezni. Ugye volt az Iparterv, a Szürenon kiállítás, az R kiállítás, a Balatonboglári kápolna tárlatok, és ezeken a kiállításokon a Kex állandóan részt vett. 1970. október 25-én este bejött az egész Kex együttes a Metro klubba, ahol ismét beszélgettem velük, amelyben a lényeg az volt, hogy október 31-én értem jönnek, és együtt elmegyünk egy Power nevű képzőművésznél rendezendő összejövetelre. A beszélgetésből kitűnik, hogy Balaskó, Baksasós már többször voltak ott. Mindenképpen az egész életünket úgy kellett elképzelnünk, hogy ez a rendszer örökké fog tartani. Mégis azért az egészséges emberi szervezet működésbe lépett. Én magam is csináltam például kifejezetten konkrétan politikai jellegű munkákat. Például a Marx-Lenint, ugye ha kinyitod Marx, ha becsukod Lenin. Ez egy szovjet szobrászművésznek a hatalmas, gigantikus, 10 méteres Karl Marx-tatti Marx szobráról leközölt fénykép alapján készítettem el. Többen mentünk egyszer a Fészek klubba, Jancsi körül mindig egy ilyen kis csapat volt. Olyan 5-6-8 ember nélkül ő nem is nagyon érezte jól magát. Akkor volt elemében, hogyha volt egy jó társaság, egy nézőközönsége. Akkor mindig egy olyan fél méterre, egy méterre előttünk járt, és ott produkálta magát, hogy jól lássuk. Ahogy beléptünk a Fészeknek az éttermébe, de nem fönt volt valahol, bárba talán. Minden esetre ott valami író találkozó volt. Szóval ilyen idősebb fejek üldögéltek egy hosszú fehér asztalnál. Na mindegy, ahogy beléptünk, őnek az volt az első, hogy hasra vágta magát és bement a szőnyeg alá. És végigkúszott a szőnyeg alá. Egy nagy vörös szőnyeg volt laterült. Végigkúszott a szőnyeg alá, az a túloldalon kijött, ahogy fölállt, épp jött a pincér valami tárcával, azt kivette a kezéből, odament az asztalhoz, fölment a széken át az asztalon, végigment az asztalon, végig kínálta az italokat, a túloldalon le,
Mindenki csak döbbenten állt és nézte, hogy mi zajlik. De azért mégis csak művész kollégák voltak, szóval az ilyen halvány mosolyok úgy ele, egy-egy kis kacaj elesült. De azért inkább a döbbencsend volt a jellemző az ilyen produkcióira. Baksasós elmondta, hogy gondolatait nem mondhatja úgy el, mint esetleg Angliában, mert a Sanzó bizottság úgysem fogadná el szerzeményét. Rögtönzései politikai jellegűek. Legutóbb a Fészek klubban találkoztam az együttes tagjaival éjjel 2 órakor, de beszélni nem tudtam velük, mert eléggé illuminált állapotban voltak. Feladat. A többi beat zenekarokról, tagjainak politikai beállítottságáról, elkölcsi életéről, esetleges köztörvényes bűncselekményeikről és az őket körülvevő slepre vonatkozó adatok beszerzése. Ez a hely, az országos rendezőiroda és különösen a büféje volt az a hely, ahol az amatőr öntevékeny zenekarok mozgalma találkozott a hivatalos kultúrával. Hosszú éveken keresztül az igazán fontos dolgok talán itt az Ori büfében dőltek el. Városszerte híre járt, hogy van egy Keksz nevű őrült zenekar, úgyhogy kíváncsi lettem rá, és lementem a BEM rakpartra, ott játszottak, és megnéztem őket, és egészen fantasztikus performance-ot láttam, amiben szinte sűrítve benne volt a maga a szabadsága, hogy itt. Hát szóval óriási volt. A országos rendezőirodában, és mint a kultúra más területein, hát végül is megbízható a régi elvtársak kezében volt a kultúra irányítása. Hát Magyarországon olyan törvények voltak ebben az időben, hogy egyszerűen nem lehetett bulit szervezni és pénzt beszedni, vagy akármi más, nem volt ez kapitalizmus. Tehát ahhoz, hogy a zenekar tudjon lépni, le kellett vizsgázni. Tehát működési engedélye kellett rendelkezni. Ezt megcsináltuk az Oriba, Kessler Pálnak még a támogatásával, szerettek akkor még minket. Akkoriban az volt a szokás, hogy mi, mint nagy zenekar országos turnéra megyünk, mindig előzenekart választunk magunknak. Hát sikerült rávennem a zenekart, a miénket is, és az Orit is, az országos rendezőiroda vezetőit, hogy a Keksz együttes legyen az előzenekar. Ez gyakorlatilag 52 fellépést jelentett, és ezáltal az egész ország megismert egész rövid idő alatt. Az is bennem volt, hogy hát ha az én zenekarom, az Illé zenekar tagjaira egy kicsit felszabadítóan hat, mert hát nekem a zenekaron belül voltak némi feszültségek, ugyanis ők azért egy kicsit olyan zártabb, meg olyan hivatásszerűbb zenészek voltak. Én meg sokkal inkább úgy gondoltam, hogy ez nem csak egy zene, ez egy életforma. Itt ebben a zenébe beleszorult valami, illetve nem is, hogy beleszorult ebbe a zenébe, kifejeződik valami, ami az egész társadalomban beleszorult. És gondoltam, hogy a Baksa felszabadítóan hat majd. Volt ez az országos nagy turné az Illés együttessel, ami számunkra, gondolom, az együttesnek nagyon anyagilag is nagyon fontos volt, mert tudtunk venni kicsit normálisabb berendezéseket, nem kellett hegeszteni, meg forrasztani, meg mit tudom én mi. Egyszer csak jött a zenekartól egy ultimátum. Gondolom, igen, hogy ez természetesen. Igen, hogy hát ez vagy dobszerkó, vagy kisfaludi lapát. Volt egy amati felszerelésem, egy amati dobszerelésem. Volt olyan koncert, hogy hárman kellett megtartani, hogy végig tudjam játszani. Hát leszögeltük, plusz tartottuk koncertet, hogy el ne menjen. Az ultimátum napjának lejártáig volt még talán 48 órám, találkoztam a Hobóval. És ő adott pénzt? Nem a Hobó. De egy kis elsírtam, hogy miről van szó, és azt mondta, hogy jó, megpróbálok valamit csinálni. Telefonok után megbeszéltünk másnap 5 órára egy randevút az Apostolokba. Igen, igen. Azt hiszem, hogy... És a Hobó elhozta azt a barátját, akitől hát pénzt remélhettünk. Úgy hívták, hogy Pintér Georg, filmrendező volt. Igen. És akkor 10 órakor kivette a pénzt a bankból, elmentem a Triálba egy órára a dobszerelés. És este már az Ifi Parkban azon játszottam. A 70-es év nekünk elég izgalmas volt, mert kint jártunk Angliába.
és ott interjút adtunk a BBC-nek, aminek következtében rendkívül zavaros körülmények között, de hát végül is letiltottak minket. Kitiltottak a nyilvánosságból, és Budapesten meg több szocialista nagyvárosban nem léphettünk fel, csak így vidéki városokban. És pont ez az év volt az, amikor végül is a Kex együttessel együtt voltunk. Éppen megjöttek Angliából, és akkor csattant el az egyik legjobb úgynevezett késleltetett poén. Kex zenekar játszotta a koncertet teljesen váratlanul. Baksisos János a közönség elé állt, és elkezdett mondani egy történetet, aminek nem volt eleje, és vége se volt, arról, hogy Londonba beszálltak egy liftbe, és a lift elromlott, és akkor ott jött a valami híres ember ott a liftbe, és utána ment tovább a koncert a maga módján, jött a zöldsárga, vagy a csillagok, a kanapé, valamelyik szám, és egy óra múlva, a szünet után az Illés Együttes színpadra lépett, és Ródi János előre ment a színpad elejére, és azt mondta, hogy mikor Londonban voltunk, beszálltunk egy liftbe, és abban a pillanatban a közönség harsányan elkezdett röhögni, mert akkor esett le a tantusz nekik, hogy mi volt az az egy órával előbb elcsattant értelmetlen szöveg. Ezt hívom én késleltetett poénnak. Telt ház volt, nagy várakozás előzte meg, a zenekar fölment a színpadra, a Brody és a zenésztársai, technikusok, stb. Kint álltak a színpad szélén. Fölment a zenekar, mindenki ott a hangszerével szöszmötölt, majd a Baksa fölvonult, megállt a közönséggel szemben, és a szokásos Liebe Publikum, a közönség várt, nézett, azt mondja, na, akkor rögtön az elején egy számmal kezdjük. Várt, abszolút teljes csend, hátrafordul. Mi az, fiúk, elfelejtettétek a számot? Senki nem szólt egy büdös szót se, fogta a Jancsi, felállni, föl, mindenki fölállt, szépen levonultak a színpadról. Halkfüttyök hallatszottak a nézőtérről, közben a Brodyék, a stb. Többi zenészek ott voltak, azok majd beszartak a rögést, mert ők már tudták, hogy ez vicc. Megint fölmegy a zenekar, füttyögnek halkan, egész halkan, mert a Baksa erőszakosan, agresszívan. Mi az? Nem tapsoltok? Senki nem tapsol? Először csend volt, tapsolni, tapsolni! És akkor elkezdtek ott tapsolni ilyettükbe az emberek. Á, szóval tetszett a szám? Jó, akkor eljátszok még egyszer. Azzal fölállt, fölállított mindenkit, megint lementek. Mennek le a színpadról, a Brody halkan odaszól, hogy oké, okay, értjük a történetet, de ezt a számot még egyszer inkább ne játsszátok el, jó? Hát többször nem is játszottak el, fölmentek, lenyomták a bulit hibátlanul, de a Baksa azért közben nem felejtett el azt megjegyezni a közönségnek, hogy akinek tetszett az a két szám, tudjátok, az elején, az bármikor, bárkinek készfeltételre eljátszuk. Játszott a Kex a Citadellán, ami a városnak mondjuk ha nem is a legmagasabb pontja, de mégis egy, úgy lehet mondani, hogy kiszakadva a városból, ez így fölfelé, tehát rá lehetett látni arra a városra, amit szerettünk is, de ugyanakkor rabjainak éreztük magunkat ennek a városnak, több oknál fogva. És egy másik helyszín, ami szintén azt gondolom nagyon jellemző, az pedig egy hajó. Tehát ami elindul a Vigadó téről, és az is így valamilyen módon elszakad a várostól, a vízen jár. Hát én nem tudom, hogy ez mennyire volt átgondolt, de minden esetre ezek olyan szimbolikus jelentést is kaphatnak. A Citadella, hát ez egy elegáns környezet, egy luxus szórakozó hely volt. Padlószőnyegekkel, bárral, kis intim szűk helyszínnel, ahonnan ilyen lépcsőszerűen voltak az asztalok valahogy elrendezve, és úgy rá lehetett látni a színpadra, pici kis színpad volt, a másik oldalon panoráma, kilátás egész Budapestre, szóval gyönyörű volt. Én úgy jártam ide, mint a templomba, és a Baksa az a kor profétája volt, szerintem. Egész rendkívüli egyéniség, szerintem ma is úgy gondolom, mint akkor, hogy ő egy egész kivételes zseni volt.
71 tavaszán lehetett, hogy valamiféle választások voltak, és első ízben nem egy ember között lehet választani, hanem volt néhány szavazóhelyiség, ahol már két ember között választani lehetett. És ebből az alkalomból a műsor első része után végigkérdezte a közönséget, hogy na, te mit csináltál ma délelőtt? És akkor ott ketten azt mondták, hogy hát ő itt volt ebédelni, vagy ott volt ebédelni, és akkor a harmadik mondta, hogy szavazni, és akkor mondta, hogy na, szavazni! És akkor erre fel egy három felvonásos színdarabot adott elő a Baksa a Keksz együttessel. Az első felvonás az az volt, hogy volt ugye két jelölt, a Tajgásné Lomb Kató, és volt egy férfi, akinek már a nevére nem emlékszem, de valamilyen István bácsi volt, az egész biztos. Üldögélt egyedül egy ilyen székben, mint egy öreg képviselő, és percenként odaszaladt hozzá az András a dob mellől, mert közben persze szólt a zene, és azt mondta, hogy Pista bácsi, már megvan az 54 szavazat, de ha így haladunk, meg lesz a 42 is. És akkor a zenekar egyszerre felkiáltott, Lomb Kató! Amikor ugye a szavazat számlálása folyt, akkor többször mondta a Baksa, hogy nagyon izgulok. Szóval ez is valahogy a levegőben volt, hogy annyira tök mindegy volt, hogy senki az égvilágon nem izgultott, hogy most a kettő teljesen egyforma jelölt közül ki fog ugye győzni. De hát a végén ugye az István bácsi győzött, és akkor mindenki köré sereg lett, és egy választási beszédet mondott. Minden meg lett ígérve, hajók, hidak, múzeumok. És akkor mindig az András béremelés. És a raboknak a szilvesztere a börtönben, ahol majd marcipán rácsokat fognak enni. Igen. És akkor te mindig odaszaladtál a doktor, hogy Pista bácsi, már úgy néz ki, megvan az 56, de meg lesz még ez a 32 is. Lomb Kató! Az egész ugye, közönség együtt élve örült és röhögött ezen az egész, végül is ez az egész választás egy színjáték volt, úgyhogy itt a tökéletes paródiáját meg is kapta ezzel a Baksa alakítással ez a választás akkor. Szenzációs volt a Jancsival együtt sétálni az utcán. Körülbelül egyszer itt járhattunk, amikor a hadügyminisztérium mellett, amikor itt volt ez a sövény, amivel különböző játékokat kezdett játszani. Az első az volt, hogy szétnyitotta, mint egy kis függöny. Tehát lépett rajta kecses mozdulatokkal, átment rajta, letépett egy kis pitypangot. De azt is eljátszotta vele, hogy ha föllépnék rá, tudod, mint hogyha járni lehetne rajta. Erre persze belezuhant a bokorba. De, na mindegy, szóval hozza ezt a kis pitypangot a kezébe, óvatosan hozza, védi és óvja a széltől is. És arra jön éppen véletlen egy magasrangú katonatiszt, aki meg mikor odaér mellé, elengedi a pitypangot, belefújja az arcába. Erre persze döbbentelen a katonatiszt hirtelen megtorpan, megáll, visszanéz. Jancsi is visszafordul. A katonatiszt szigorával szembe az ő lágy és pibasz kihívó modorával ugyan a hegykén visszanéz rá, és valahogy kioldódik ez a feszültség, a katonatiszt szinte riadtan megy tovább, mi meg tovább siettünk. Volt benne valami elképesztő hasonlóság az akkori avantgard gondolkodók és az ő viselkedése között. Tehát olyan kapcsolat volt, amit mi minden körülmények között díjaztunk, és az volt nekem ma is az a véleményem, hogy ő nagyon sokat tett hozzá ahhoz, hogy bátran gondolkozzunk, hogy tulajdonképpen ne törődjünk azzal, hogyha cselekedeteink vagy viselkedésünk következtében valami botrány vagy balhé van. Sőt, keresni kellett a botrányt. A Baksa óriási történeteket mesélt állandóan, itt improvizálta a legjobb történeteit, ez volt az a hely, ahol borzasztóan tudott történeteket kitalálni. Ezek közül egyik volt a Farkaskaland. A Farkaskaland az úgy kezdődött, hogy
megállt teljes néma csend, már tudták, hogy valami készülődik. Baksa azt mondta, ma este kirándulni megyünk. Mindenki várt. A legfontosabb dolog, hogy mindenki hozza magával uzsonnát, elemózsiát, kirándulni, értitek? Elemózsiát. Jó, beszervezte a csapatot. Tudom azt mondani, voltunk vagy 30-an, 40-en, 50-en, talán 100-an is. Azt mondja, akkor indulhatunk. De előbb mindenki mutassa meg az elemózsias táskáját. Hoztatok magatokkal? Biztosak vagytok benne? Vártak egy darabig, az emberek néztek, nevetgéltek. Megfordult, lekapta Dolevicinek a táskáját a zongora tetejéről, és azt mondja, hogy nálad miért nincs elemózsia? Nem megmondtam, hogy hozzá magaddal? Nem jöhetsz velünk! Itthon maradsz! Sőt! Legkövetkező alkalommal se jöhetsz velünk! Ordibált egy darabig, a Miki nyugodtan ült, várt. Abba hagyta a Miklósnak itt a kínzását, oda ment a legelső sorba. Minden átmenet nélkül fölvette a lánynak a táskáját, kinyitotta. Nálad sincs uzsonna? Miért sincs nálad uzsonna? Ő iatta nézett szegény. Na, jó, mindegy, ti maradtok itthon. A jók velünk jöhetnek. Fölkerekedtünk, elindultunk, elkezdtem mesélni a történetet, közben halkzene szólt a háta mögött. És közben mondta, hogy elindultunk, nagyon szép idő volt, réten mentünk keresztül, patak partján sétálgattunk, majd odaértünk az erdő szélére. Egyszer csak hideg lett, nagyon hideg lett, borzasztó hideg lett, sötét lett, hó kezdett esni. De mi csak mentünk, mentünk, mentünk. És ahogy minél hidegebb lett, egyre hidegebb lett, és egyre jobban fáztunk, és elkezdtük enni az elemózsiánkat, hogy kicsit átmelegedjünk, és kicsit mozogtunk, farkasok támadtak meg. Akkor őrületes feszültség volt, mindenki figyelte, hogy na most mi következik. És azt mondtam, hogy kitaláltam egy nagyon jó történetet. Azt mondja, nagyon jó ötletem támad, dobjuk oda az uzsonnánkat, jól laknak, és utána szépen elballagunk. De ezeknek nem volt elég. Csak jöttek, jöttek, jöttek. A gyengébek lemaradtak, a gyengébek elvesztek. A gyengébeket felfalták, és már kiabált, egyre hangosodott a zene, és az emberek merett szemmel néztek, hogy Jézus Mária, mi lesz szemből. Mindenki félt, rettegett, hogy mindjárt jönnek a... Tényleg úgy éreztük, hogy jönnek a farkasok perceken belül. Aztán tovább mentünk, és már csak ketten vagy hárman maradtunk. És akkor támadt egy ötletem, mondja János. Azt mondja, mászunk fel egy fára, mászunk fel egy fára. Barátommal, Pierrel ketten voltunk, már csak fölmásztunk egy fára. Fáról fára ugrálva szaladtunk, de a farkasok csak jöttek. Már mindenünket ledobtuk. Akkor eszembe jutott valami, hogy ledobom a bal lábamat, amit ma reggel csatoltam föl. Néma csend. Ledobtam a lábamat, nem volt elég nekik. Fáról fára ugráltunk. Ledobtam a másik lábamat, a karomat, a másik karomat. Pierre is ledobta mindenét. Mi maradt nekünk? Csak a szívünk meg a hitünk. A csehszlovákiai események után vagyunk, a egész Európa forrongott, és mindenki azt hitte, hogy egy nagy világot érintő változás következik. És ugyanakkor ugye Budapest az ugyanolyan volt, mint mindig egy állóvíz, ahol nagyon kevés dolog történt. De ugyanakkor volt a városnak egy mágikus központja itt fönn a Citadellában, és mindenki, akinek az agya még nem volt teljesen elködösítve a hülyeségtől, amit kötelezően tanulnunk kellett, az mindenki itt volt. Itt volt a Jancsót láttam, itt volt a Szent Jóbi Tamás. És itt volt még Vörös Sándor bácsi is, akiről mindenki tudta, hogy minden 20 évben egyszer megy el otthonról. Itt van a Jancsó meg a Hernádi. És erre fel előadott egy szintén egy 4 óra 20 perces rögtönzést, az egész Csillagosok katonák című darabot, című filmet leadta, ami hát egész fantasztikus, ahogy visszaemlékszem, ugye a Csillagosok katonákban a Jancsó rengeteg embert megmozgatott, és sok térben, különböző helyen, különböző irányban mozogtak. Ezt ő mind leadta, és még azt is előadta, hogy a statisztéria bevonul, és a lovak megállnak, és várják, hogy bejöjjön valami balról, és akkor a lovak a saját ányképeikkel elkezdenek beszélgetni, mert unják már a várakozást. És hát a Jancsó meg a Hernádi, emlékszem, hogy halálra röhögte ezen magát. A vége pedig az volt, hogy amikor az emberek kimentek a moziból, akkor lejátszották nekik azt a filmet, amit akkor vettek fel, amikor bementek a moziba. Hát ez csak egy apróság, de arra jellemző, hogy neki semmi, nem kellett felkészülni. Tehát egyszerűen kész volt minden az agyába, valami beugrott, valami apropóján el tudta mondani,
egész egyszerűen egy egész önálló és teljesen zseniális műsort tudott adni az adott témában. Többször tanúja voltam, annak személyesen jelen voltam, amikor a Vitányi mindenfajta érdektől mentesen, hanem a saját értékei által vezérelve, hát nagyon is próbálta támogatni a Keksz együttes. Erdős Péter lakásán többször is voltam olyan beszélgetésen, ahol felvetette ötletként, hogy a Keksz együttessel készüljön lemez. A zenéből áradt akkor a progresszivitás mindenhol, és ezért tartottam fontosnak, hogy a Keksznek is, és más együtteseknek is legyen lemeze, és a magam módján próbáltam meggyőzni a hanglemezgyár illetékeseit erről, akik hát persze elsősorban kereskedelmi szempontok szerint tervezték a maguk kiadásait. Én borzasztó jól éreztem magam ebben a zenekarban, és ennek a zenekarnak volt perspektíva, mert mielőtt én kerültem, mint az Iván a Bianchival elment volna, már bent voltak stúdióban, és csináltak az első kislemezüket. Wow, kislemez, és akkor a család nevezett dal, amiben az Iván csellózik, az már szalagon volt, és akkor vettük föl, utána az Elszállt egy hajó a szélben című dalt, ami sokáig nem tudtam, hogy mit jelent, aztán egy pár éve már sok minden van a sorok mögött, amit értek is, de az az életem első lemez felvétele gyakorlatilag. Azóta egy párat csináltam már, de a mai napig is, szóval hihetetlen boldogsággal emlékszem. De 1970. december 23-án találkoztam a Keksz együttesből Dolevicényivel, akitől tudom, hogy 25-én játszanak legközelebb a Citadella bárban. Este 10-kor a klubest végén a bejárat előtt találkoztam Bródi Jánossal, aki kocsikulccsal a kezében láthatólag csak futólag tartózkodott ott, és egy nővel beszélgetett. Velem közölte, hogy 26-án játszanak Pesten, és meghívott, nézzem meg őket. Egy különleges este volt itt a Citadellában, amikor a műsor vége felé feljött a Bródi, és hozott egy kis 45-ös fordulatszámú kis lemezt, és a Keksz együttes első és tudomásom szerint egyetlen lemeze volt, ami megjelent. Már szinte mindenki elment az előadás után, alig lehetünk csak 8-10, és hát egy különös atmoszféra volt, amikor körülültük valami kis előkerült táskalemez játszót, amire felkerült az első Keksz korong, amiről soha nem hittük volna, hogy ilyen egyáltalán lesz valaha. Ugye a Kekssznek lemeze lehet, és hát a család volt az egyik oldalán, és feltette ugye a Baksa a családot. Körültük, végighallgattuk, és amikor lement a szám, akkor egész megdöbbentem, hogy már a szám alatt egész megdöbbentem, hogy a Baksa, aki mindig mindent valami éllel mondott, és általában mindent azért cikizett egy kicsit, teljesen elérzékenyült, és azt mondta, hogy ugye milyen szép, komálom. A Keksz azért sok minden egyéb mellett, és ezt ne sajnáljuk tőle, művészet volt. Méghozzá happening formájában előadott művészet, és az akkori kontextusában, az akkori épúgylétében volt igazán érvényes. Ugyanakkor, amikor a Keksz együttesről beszélünk, akkor a Keksz együttesen keresztül az egész nagy generáció, az egész Kádár ér a 60-as évei, és a totalitárius rendszerek elleni lázadásnak a különböző lehetséges módozatai megértéséhez is közelebb jutunk. Tehát én azért azt gondolom, hogy a Keksz együttes akkor is azért volt izgalmas, mert nem csak önmagáról szólt, és ezért lehet izgalmas ma is egy nagyon megváltozott világban. A Keksz együttes tudomásom szerint NDK vendégszereplésre ment ki, ahonnan a jövő héten várhatók vissza. Ezt megelőzően november 7-én tartott klubnapjuk a Citadella bárban meglehetősen forró hangulatban zajlott le, ami azt jelenti, hogy a szokásos Keksz műsor november 7-i aktualitásokkal volt tűzdelve. Az NDK szerepléssel kapcsolatban megjegyzem, hogy Baksa perfekt a német nyelvben. Értékelés. A Keksz együttest alosztályunk B csoportja tartja feldolgozás alatt. Lényeges momentum, hogy a célszemély Baksa Sós János tud a zenekarból egyedül németül, és félő, hogy zavaros, ellenséges politikai nézeteit ott is kifejti. Próbáltuk azokat a dolgokat létrehozni, azokat a
a hangulatokat, meg azokat az érzelmeket, amiket itthon a saját koncertjeiken ugye nagyon jól működően meg tudtunk teremteni. De ez valahogy az NDK-ban nem működött, az NDK-ban, Berlinben ez nem működött igaziból. Ellentétben működött egy nagyon pici csoportnál, akik a mi koncertünk után, mint a csodalényeket, jóformán ölbe vittek el magukhoz egy házi bulira, ahol az alkoholfogyasztás egyik jelentős ugye eredményeképpen a zokogtak a mi éppen, hogy kijutott zenekarunknak, hogy intézzünk el valamilyen bulit nekik, mert hát az nekik egy hihetetlen kitörési lehetőség lenne, eljöhetenek Budapestre. Jelentem, hogy 1971. január 8-án pénteken a Royal Sörözőben találkoztam a Kex együttessel. Baksa az elmúlt évvégi NDK-beli vendégszereplésükkel kapcsolatban elmondta, hogy a koncerteken megjelenő nyugat-berlini hallgatókkal egy NSK-ban tervezett sorozatról tárgyalt, de semmi konkrétumot nem mondott. Emlékszem, régen volt, mikor még esténként anyám főzött nekünk vacsorát. Mi testvérek csak nevettünk, s élveztük a meleget. Volt, aki többször kért már, Mészáros Márta Szép lányok ne sírjatok című készülő produkciójában eredetileg az Illés zenekar játszott volna. Most a Metro, a Sirius, a Kex és a Tolsai együttesekre szabják át. A Humia filmgyár hangstúdiójában találkoztam Baksával, aki az egyik szünetben kérés nélkül előhozakodott, mindent próbált szervezni Illésék önzetlen támogatására. Dolevicényi Miklós és Baksa között igen feszült a helyzet. Dolevicényi még egy hónapot jósol Baksának a zenekarban, ami persze az érdekközösséget tekintve nem túl valószínű. Az ügynök feladatul kapta, hogy Mijics elkapcsolatát Baksa sorssal, és napi politikai eseményekről beszélgessen vele. Ez a Páriskert a főutcában, 1970-ben és 1971-ben itt játszottak Kex. A 71-es koncert ennek a társaságnak az utolsó fellépése volt. Nem nagyobb ez a kerthelység, mint egy iskolai tornaterem, néhány százan fértek csak ide be. Itt a kert közepén volt egy nagy betonplac, ez volt az akkor divatos 5 órai teáknak a tánctere, és itt volt a színpad. Összegyűltünk olyan 200-300-an vagy 400-an, zenekar fölment a színpadra, majd megjelent a Baksa, az énekes, és közölte, beköszönt a mikrofonba, hogy ő szokott, liebe publikum. Sajnos a mai esztrád műsor, mondta, a mai esztrád műsor elmarad. Ugyanis a zenekar nem jött el. Na most hát láttuk, hogy ott a zenekar a színpadon, tehát már tudtuk, hogy elkezdődött a performance. Sajnos nem jöttünk el, mondja, de nem baj, mert helyettünk majd mi fogunk fellépni a mai programon. Jó, hát akkor már a közönség vette, akkor már benne vagyunk a közepén. Az első számunk egy nagyon kellemes kis dal, ami arról szól, hogy milyen finom is a büdös sajt. Mondta, és elkezdődött a koncert. A Kex műsoraiban kezdte el a karrierjét, a első szánypróbálgatásait a Cseh Tamás is. Egy ideig olyan kicsit furcsa volt ez az egész stílus, de aztán kezdtük nagyon megszeretni. Én énekeltem, de a Baksa közben nem állt le, hanem ő csinált közben egy
egy külön műsort, abból a dalból, amit én mondjuk véresen komolyan akartam előadni. Ő azt megcifrázta, kifordította. A Cseh Tamás azt a számot énekelte, hogy micsoda idők, micsoda ócska idő. Akkor a Baksa odapattant, és azt mondta, hogy micsoda idők. Hát hogy mondhatsz ilyet, Tamás? Hát ezek nagyon is, hogy jó idők. És ott azonnal átírta az egész szöveget. Azt énekelte, hogy micsoda nagyon is jó idők. Hát és hogy micsoda világ. Hát ez egy nagyon is szép világ. Hát itt gombamód épülnek a házak, Tamás. Hát ezt te nem veszed észre, de hát ezt énekel, és ott diktálta neki egyszerűen, rögtönzött egy szöveget, azt diktálta, és a szegény Cseh Tamásnak meg utána kellett énekelni mondatról mondatra, a teljesen átírt, és hogy úgy mondjam, a szociál optimizmussal ellátott Baksa-féle szöveget. Ez lehet, még bántó is lehetett volna, hogyha nem látom, hogy hát a Baksa csinálta meg a dalt igazán. Szóval a Beremény is kifejezetten elégedett volt a Baksával, amit művelt, mert a dal úgy volt igazi. Rengeteget tanultam abból az időből, mert a mai napig hasznosítom. Az egyik kedvencem, amikor a párizsi kertben egy esős napon szakadt az eső, nyár volt, lejátszotta a Telesport című televízió műsornak a szignálját. Először elrugott valami tornacipőt, utána vívott egy kicsit, majd belevetettem magát így a színpad előtt levő táncparketre, és ott vadúszásba kezdett. Bácsai Péter azonnal mellé ment, és ők is ott úsztak a pocsolyába, az fergeteges. Baksa kiállt a színpad szélére, és azt mondta, hogy most pedig egy gulát fog látni a kedves közönség. Egy görög guláról van szó, két dór oszlop között jónoszlopokat látunk, a jónoszlopok összetörve, kimenve a divatból. Zenészeket fölállított a színpad szélére, térdei lemondta, és beállított egy ilyen állóképet. Majd amikor mindenki azt hitte, hogy vége a produkciónak, a zenészeket meglepve is közölte, Mükéné ráugrik a gulára. A zenészek persze visítva menekültek, ezzel ennek a számnak vége is. Szinte nincs értelme ennek, de ilyen típusú színpadi attrakciót, amikor a zenekar egyik tagja a zenén kívül is mozgatta volna a társakat, nem nagyon láttunk addig. Baksa attitűdjében volt nekem valami, ami szimpatikus volt, és ami közös is volt bennünk. Az a bátorság, az a pimasz, szemtelen bátorság, amelyik magával ragadott, hogy képes volt például az egyik koncertjén a párizsi kertben két-háromszáz méterre lévő ház ablakában egy öreg asszony hadonászott, mert tiltakozott a koncert ellen, ugye nem bírt aludni este 9-kor. Föl volt háborodva, hogy verik azt a rohadt dobot, és különösen az a szőke nő az ordít a legjobban, és egyáltalán milyen nő ez, nincs semmi melle. Rögtön utána kezdődik a reklámblokk. Abban az időben kezdték el a reklámokat sugározni a magyar televízióban. Olyan típusú reklámokat, melyek akkoriban nem voltak mindennaposak Magyarországon, újszerűnek számítottak, és elég cikik voltak a maguk ostobaságában. Baksa persze ezt is szóvá tette. Minden átmenet nélkül bele szólt a mikrofonba, hogy egy perce sincs, hogy elment mellettem. A ruhája hozzáért a karomhoz, és rögtön megéreztem rajta, hogy ez a Vór egy nagyon jó márka. És következik az Alibaba, talán ilyen kávé már nincs is benne az emlékezetekben, az Omnia és a többiek. És aztán minden átmenet nélkül azt mondja, hogy most pedig egy népszerű, unalmas kis számot fog hallani a kedves közönség. Egy Marina nevű kislányról szól, aki későn szokott hazajárni. Ez persze nincsen benne a dalban. Egyébként nagyon rossz tanuló volt. Ez sem derül ki a dalból. A dalból csak az derül ki, hogy a jobb szélről első volt a sorban. És akkor elkezdődik a dal, ugye a Marina, a szőke, csalfa kis balerina. És van még egy. Mondom, valamiféle happening az egész keks buli, de van egy szám, ami sokkal több, mint az összes keksznóta. Ez pedig a zöldsárga, zöldsárga. Ebben a dalban arról énekel, hogy
van egy tollasgyík, és van a szájában egy leányka, magyar a leányka, és éhes a tollasgyík, és van egy sor benne. Zöldsárga, zöldsárga, éhes a sárkányka, világnak harmada majdnem ő egymaga. Hát ez nem vörös, hanem zöldsárga, világnak harmada, hát ugye csak az oroszokról lehetett érteni. És az olyan volt nekünk, mint egy himnusz, amikor a zöldsárga elhangzott, akkor mindenki csöndben maradt. Párizsi kertben volt egy koncert, amikor egy ilyen nyári vihar tört ki, dörgés, villámok és zolgó eső. Annyi eső esett, hogy a dobokon, ilyen pocsolyákban játszott a dobos. És egy idő után már nem lehetett a koncertet folytatni, mert agyoncsapta volna a zenekart az áram, hanem a Baksa lerúgta a cipőjét, és ledobta a színpadról, és 500 ember elkezdett ezzel a cipővel fotballozni. Ami gyakorlatilag ugyanaz a happening volt, mint Woodstock, ahol az iszabba csúszkáltak az emberek. Örökké visszatérő kép. Megyünk a Bartók Béla úton, 8-10 vagyunk csapatba, 10 óra után este. Egyszer csak a Baksa előre rohan, letekeri a nyakáról a sálat, és elkezdi föltörülni a járdát. És üvölt, litácsol, mint egy házmester. Hányszor megmondtam már, hogy ne pocsoljátok ide a vizet, hideg van, lefagy, elcsúszik rajta a járókelő. És mi néztük ezt, majd észrevettük, hogy két kővédermet rendőr áll a túloldalon. Ő valószínűleg már kiszúrhatta, hogy ott van az a két rendőr. Ez ugyanis egy kocsmából csurgott ki ez a lé, amit szokás szerint, régi jó szokás szerint ugye bent fölmostak, és a lé kicsurgott a járdára. Nem ismert veszélyt, ezt nálam múltkor is mondta. A lakásomon járt Baksa Sós, és panaszkodott, hogy nincs megelégedve jelenlegi helyzetével. Szeretné a Kex együttest otthagyni, és egy olyan együttesbe átlépni, amellyel gyakrabban járhatna külföldre. Elképzelése szerint ilyen lehetne az újjá alakuló metrózenekar. Megjegyzés. A fenti találkozó idejére az ügynök lakásába a 3x E szikrarendszert szereltük be. Megállapítottuk, hogy az ügynök hiányos munkát végzett. Nem biztosította, hogy az utasítás értelmében a fontos célszemélyek, mint például Balaskó Jenő, Evdossziés és mások jelen legyenek. Így nem is tudta kihasználni azokat a lehetőségeket, melyek a beszélgetés során adódtak volna. Nyilvánvalóan minden lépését figyelték, de egyszer a Pasarétről átvágva a Rózsadombon a Marcibányi tér felé ment, és egy jeep követte őt végig, aki egy idő után elkezdett a járdára is felmenni utána, úgyhogy egyre jobban elkezdett félni, hogy ezek megőrültek, meg akarják őt ölni. És menekült, és a Bimbó útnál már olyan vaddá vált az üldözés, hogy az utolsó pillanatban tudott a Barsi Parknál felmászni a domboldalra, és ott akkor elvesztette az üldözőit. Nagyon verték volna, hogyha itt marad még tovább, ezt a szabadságfokot, akkor itt nem lehetett tovább csinálni. Mert egyszerűen minden másodperc az életének provokáció volt a hatalommal szembe. Már bármit csinált, ha az utcán sétált, már az inzultált a fennálló őrületet. Tehát 1971-et írhattunk, egy gyönyörű nyári nap volt, amikor Jancsi szervezette egy családi strandolást. Hát itt volt a húga, nővére, annak a férjei, a Lusica Ági, én, és valaki ott hagyta a fürdőruháját, és hozzá kellett szaladnia, ezért itt álltunk, körülbelül fél órát vártunk rá. És hogy ezt az időt elüssük, valahogy a Jancsi egy kis előadást tartott nekünk, úgyhogy a villamos megállóból átjött ide egy fali telefonkészülékhez. Megállt előtte, és fölemeli a kagylót, és előadott egy tulajdonképpen egy csodálatos, rendkívüli édes számot, mintha a szerelmét hívta volna föl, akivel először szerelmi vallomásba kezdett, utána egy kiborulós jelenetben, mintha azt hallotta volna tőle, hogy ő elhagyja, megcsalja, nem tudom, mi történt.
De akkor kiborult, eldobta a telefonkészüléket, elkezdett zokogni, letérdelt, megesett a falnak, szóval kiborulós jelenet. Utána visszarohant a telefonhoz, fölemeli, újra előről, bocsánat, ne haragudj, miért csinálod? Így úgy, egyszer csak a semmiből szinte előterem egy, nem tudom, egy valahogy polgári személy, vagy egy önkéntes rendőr. Két egyenruhás rendőrt hozott magával, akik egyből megfogták a Jancsit, bevitték egy kapuajba, mindjárt az első kapuajba itt az utcán, és becsukták a kaput, eltűntek. Mi először ezt a személyt kérdeztük, hogy mi a probléma, szóval mi volt ez a jelenet. Azt mondja, hogy hát rongálta a telefonkészüléket, azért hívott két rendőrt. Mindegy, oda menjünk a kapuhoz, hogy megnézzük, hogy mi történik. A kapu be volt zárva. De se értettük, hogy hogy történhetett, hogy egyből be van zárva a kapu. Szóval volt kulcsuk, vagy bekalany, aztán nem értettem a szituációt. De volt egy kis kémlelő nyílás a kapun, amin benéztem, és azt látom, hogy a Jancsit verik. Erre szólok a gumibottal a rendőrök. Erre szólok a többieknek, hogy probléma van, a Jancsit ütik a rendőrök. Erre a medve Andrés azt mondja, hát ő volt azt a nagyon pügalat. Szóval hirtelen olyan gőz ment az agyába, hogy verik, hogy elkezdte döngetni a kaput, hogy azonnal nyissák ki. Na mindegy, mire a rendőrök azért erre reagáltak valahogy, azért csak kinyitották azt a kaput, de mire kinyitották, addigra már szinte be is fejezték a munkájukat, úgyhogy a Jancsi meg volt verve rendesen. Hát nem tudom, hogy rövid igazoltatás után el is engedtek minket, kimentünk a strandra, ott még emlékszem megmutatta a sebeit úgy fürdőnaciba, hát komoly sérülések voltak rajta, szóval ilyen vörös hurkák voltak a derekán. És akkor ott már ment egy olyan beszélgetés, hogy szóval az egész család meg volt döbbenve, hogy innen el kell menni ebbe az országból, szóval ez így nem mehet tovább, tényleg ez nem nekünk való hely, vagy pláne a Jancsinak, aki ennyire kihívóan és furcsán viselkedik. Otthon voltam éppen az iskola utcában, és a Baksa följött a gitárjával, ott ült, nem sokat beszélt, nem értettem, hogy miért van ott, és aztán mondta, hogy itt hagynám a gitárt, mert most megyek el. És nem értettem, mert a zenészek nem szokták a hangszereiket ott hagyni másoknál. És a Baksa elment. Az NSK-ból való hazaérkezésem óta először jártam a koncertirodán elszámolás és útlevél ügyben. Találkoztam Dolevicényi Miklóssal és Kisfaludi Andrással. Tőlük tudom, hogy a Sirius újjálakult, hogy Baksa Sós diszidált. Hogy a koncertirodán komoly bajok történtek. Amit személycserék, öngyilkosság, stb. Követtek. És aztán hirtelen az egész dolognak vége lett, és kiürült a város, nem volt semmi. Nem volt benne, annyira a keksz volt a városnak a központja, hogy amikor ez megszűnt, akkor úgy hirtelen egy teljes üresség volt, nem volt direkció, nem volt. Hosszú évekig, legalább 3-4 évig tartott, amíg ez a hiány valami mással pótódott. Az emigráció után a Baksa Sós Jánost egyből felvették a Esseni Folkwang Schule-ba, ami abban az időben Németország egyik legkiemelkedőbb művészeti akadémiája volt, és miután azt elvégezte, azonnal átkerült abban a pillanatban legjobb színvonalú művészeti akadémiára, a Düsseldorfi akadémiára, egyenesen Joseph Beuys osztályának lett a hallgatója. Magyarországon olyan kibírhatatlan hülyeség is volt, és a butaságból éltünk, meg így hogy nem maradt más egy művész gyereknek, csak humorizálni hátra. Nem lehetett más csinálni végsősoron. A humorizálást én meg azt képzelem, hogy egy ilyen, hát valóban talán egy ilyen oldása volt így ennek a hivatalos szövegnek, de nem, nekem ez nem koncepcióm volt. Szóval én már a testvéreimet is, meg a szüleimet is rendkívül szórakoztattam egész kiskoromban is. Szóval egy ilyen művész gyereknek születtem, mert annyi művész lett körül. Szóval és ezt csináltam, mondjuk hülyeség az, hogy én szórakoztattam az iskolába az osztályt, és akkor erre is lehetett volna egy jó jegyet adni, nem? Hogy
Baksa, nagyon jó szórakoztattad a többieket, itt van egy kis ötös, minden rendben van, tessék hazamenni. Tehát helyette egy Bélást kaptam, érted így? Mindegy, nem sértődök meg így utólag. Fogalmam se volt, hogy ez mit jelent ez a felnőtté válás, és most se tudom elég pontosan, de talán azt képzelem, hogy egy felelősséget érsz, hogy betellik a pohár, kvázi a horizontot tele van, és ezt a horizontot vissza tudod sugározni. Emlékszem, hogy a Szomjas Gyuriék, hogy mit szólnál Baksa egy filmhez, és a felnőtté válásról egy film, végül is már 21 éves vagy. akkor úgy gondolkozódó felnőtté válás, hogy épp kezdett nőni a szakállam, akkor lehet, hogy van benne valami. Én készítek különféle dolgokat, itt láthatunk szobrokat, kis szobrokat. Ezek a szobrok készülnek mesefilmekhez. Én pionyír művész vagyok, Január Herceg Tóva Ájszinak hívnak, 50 éves vagyok, felnőtt korú már szakmámban. Többek között, nagyon sok mindent készítek, többek között készítek itt meséket, amik így a aranyfolyó mellett, az a életünknek így a összefolyása, tehát ahol minden kultúra összeér, mondjuk. Ezt már gyerekkorom óta ott dolgozom, ezért tudok ilyen nagyvonalon az egész mesénkből gazdálkodni, ami kifogyhatatlan a földi mese. A művész nyelv az pedig, ami mesésen egyesíti a világ összes dolgát. Ezt a kedvességet is valahogy be kell tanítani, a szívet is be kell tanítani. Műveletlen a szívünk.